Mi a hit? Bármit kértek az imádságban, megkapjátok. Máté 21-22. Ha önmagam megismerésén keresztül eljuthatok az univerzum megismeréséhez, ám legyen. Elméletileg lehetségesnek tartottam így, hát úgy döntöttem, semmit sem veszítek vele, ha megpróbálom. Nagyon sokat köszönhetek lelki vezetőm szelíd és türelmes irányításának, hiszen ezen az úton szakavatott irányítás nélkül a legjobb szándék mellett is gyakran kerülő útra tévedhet a kereső. Ma több évi gyakorlati tapasztalattal és a hozzá tartozó elméleti tudással együtt úgy érzem, hogy valamivel közelebb kerültem a csodálatos világ nyitjához. De azzal is tisztában vagyok, hogy ez csak a kezdet. Mindazt, amit eddig sikerült átlátnom és megértenem, szeretném megosztani, mert úgy érzem, másnak is segítségére lehet. Az ezoterikus tanítás szerint tehát az egész univerzum egy nem anyagi világ. Másként fogalmazva, a világ, amiben élünk, lelki. A beavatottak és bölcsek tanítása szerint az egész univerzum fényből van. Persze nem abból a fényből, amit mi a fizikában fényként ismerünk, hanem egy tudatos, intelligens és szeretetteljes központi forrás fényéből. Ha mindenképpen a fizikában használt kifejezésekkel szeretnénk élni, azt mondhatnánk, hogy rendkívül magas rezgésszámú, rendkívül magas energia szinten létező fényről van szó. Nem mondhatjuk azt, hogy létezik egy anyagi világ, és aztán létezik egy másik, egy lelki világ, ahová halálunk után, már mint a fizikai test halála után kerülünk. Egyetlen egyfajta világ létezik, és ez száz százalékban lelki. Ezzel a megközelítéssel olyan idealista világképhez jutunk, ahol megváltozik pontosabban átalakul minden korábbi elképzelésünk. Ennek a világképnek az érvényességéhez nincs feltétlen szükség az én hitemre, belátásomra vagy meggyőződésemre, hiszen Isten, ez az intelligens és, amint az hamarosan kiderül, szeretetteljes erőforrás akkor is létezik és akkor is minden élet forrása, ha nem hiszem el vagy nem ismerem fel. De ha felismerem, akkor az Istenben való hit ugyanúgy, mint az Isten tagadása átminősül, és Isten tudássá alakul. Ha valaki rendelkezik ezzel a tudással, és tisztában van azzal is, hogy élete nem ér véget a test halálával, megszabadulhat a halálfélelemtől, és ezáltal kivonhatja magát azoknak az embereknek a hatása alól, akik a félelem, a megfélemlítés, a fenyegetés és ijesztgetés eszközeivel élve az embert lényegében saját gondolatainak, elképzeléseinek és tévhiteinek ketrecében tartják. El tudom képzelni, milyen komoly veszélyként ítélhető meg egy ilyen világkép a középkori egyház szemszögéből nézve. Ennek ellenére az ezoterikus tanítás hangsúlyozza a hit szerepét és rendkívüli fontosságát. Nos, akkor mire jó a hit? A bölcsek tanítása szerint lényegében rendkívüli hatalommal bíró mentális eszközről van szó, amit fokozatosan értünk meg és tanulunk meghasználni. Környezetünk ugyanis engedelmeskedik a gondolat erejének. Minden új felfedezés, ami megcáfol egy korábban elfogadott és tudományosan bizonyított igazságot, ugyanazt az üzenetet közvetíti számunkra, minden elmélet bizonyítható, és minden vágy teljesíthető, mindaddig, amíg nem mond ellent a világegyetem belső törvényeinek. A folyamat lényegében mindig ugyanaz. Előbb megjelenik valamely magasabb szférában a kívánt eredmény mentális képe majd fokozatosan letranszformálódik, és végül testet ölt az anyagi világban. Döntő szerepe van tehát a mentális képnek, ami a teremtő fantázia terméke. Ezen a szinten még semmi nincs, ami megakadályozhatná a mentális képet abban, hogy fokozatosan letranszformálódjék az anyagi világ szintjére. Minél jobban sikerül összpontosítanunk a gondolatra, minél tovább látjuk a kívánt eredményt lelki szemeink előtt, annál jobb lesz az eredmény. A koncentrált gondolat ereje úgy viszonyul a szétszórt gondolat erejéhez, mint a lézer sugár ereje a szórt fény erejéhez. A gondolat alakítja a környezetet, és akinek nagyobb az összpontosító képessége, természetesen könnyebben alakítja a környezetét. Hányszor mondták nekem, és hányszor mondjuk mi is a gyermekeinknek, ha olyat mondanak, ami nem illik be a szülők világképébe, ó, oh, te csak fantáziázsz. Nos, minden jel arra mutat, hogy a fantáziálásról alkotott, mint egy lealacsonyító véleményünket lassan át kell értékelnünk. Hiszen nap mint nap találkozhatunk olyan példákkal, amikor valaki a látszólag elérhetetlent is valóra tudja váltani. Pusztán azért, mert gondolatban kitart célja mellett. A hit ereje tehát nem más, mint a koncentrált gondolat ereje, ami kialakítja a belső képet. A külvilág csupán engedelmeskedik ennek a belső gondolati képnek. Az egyetlen erő, ami a gondolat erejével vagy a hittel szembeszegülhet, egy másik esetleg tudat alatti gondolatnak vagy hitnek az ereje. Ez a bizonyos tudatalatti gondolati kép kételkedik a tudatos gondolati kép megvalósulásának lehetőségében. Így aztán az eredményt gyakran meg is hiúsíthatja. Érdemes kihangsúlyozni, hogy a tudatalatti gondolati kép vagy hit általában erősebb. Az erre vonatkozó figyelmeztetés gyakran tanítómesterek formájában maradt ránk. Volt egyszer egy szegény ember aki gonterhelten bandokolt az erdő szélén. Amikor elfáradt, leült pihenni, és a hátát egy fának támasztotta. Ekkor még nem tudta, milyen fát választott. Különös, mágikus fa volt ez. Olyan fa, ami minden kívánságát teljesíti annak, aki hozzáér. A vándor először arra gondolt, milyen jó lenne most egy pohár víz. Hirtelen azon vette észre magát, hogy egy pohár kristálytiszta víz van a kezében. Meglepetten nézte, vizsgálgatta, még meg is szagolta. Végül úgy döntött, hogy nem lehet veszélyes, és megitta. Aztán megéhezett, és valami ennivalót kívánt. Az étel ugyanolyan hirtelen és bámulatos módon jelent meg előtte, mint a víz. Úgy látszik, teljesülnek a kívánságaim, mondta meglepetten. Most már hangosan mondta ki: Akkor hát szeretnék egy gyönyörű házat! Az előtte lévő völgyben megjelent a ház. Arcán széles mosolyja, szolgákat kívánt, akik a háznak gondját viselték. Amint ezek is megjelentek, úgy érezte, hihetetlen erővel áldotta meg az úr. Kívánt hát magának egy gyönyörű, szép és rendkívül intelligens asszonyt, akivel szerencséjét is megoszthatja. Amikor ez is valóra vált, meglepődve szólt a nőhöz. Várj csak egy kicsit! Mi történik itt? Nekem nincs ilyen szerencsém. Ez nem történhet meg. Abban a pillanatban, ahogy ezeket a szavakat kimondta, minden eltűnt. Tudtam, mondta, és megrázta a fejét. Azután felállt és gondterhelten bandokolt tovább az erdő szélén. Anthony de Meillo, szárnyalás